Sziasztok! Gőzerővel készülnek az új tartalmak, de addig is, amíg ezek feltöltésre kerülnek, összeállítottam nektek 14 percnyi vidámságot. Vicces, szórakoztató momentumokat fűztem egy csokorba korábbi videóinkból. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek ismét velünk! Varázstükör. Ó, de furcsák vagyunk benne. Vicces. Mi azt mondja, én normálisan nézek ki. Mi a még most is azt mondod, hogy te normálisan nézel ki? Innen nézve Micikének 5 méteres felső teste van. De akkor most átmegyek majd a másik oldalra. Nézd meg innen, mely itt, innen nézve a felső teste a hosszú. Amonnan... Figyelj! Láttad? Ja! Én így láttam. Te magasabb vagy tőlem, vagy 20 centiméter. Hát, olyan át. De virágok még mindig nincsenek ültetve, jaj. És most már mennyi az idő? 6:45. Ha? Nem egyedül vagy, hát apáék itt vannak melletted. Csak sikíts nekik, hogyha bajod van. Szerelnek nagyon a fiúk. Mati, mit csinálsz? Mi van? Mit csinálsz? Azt hittem, imádkozol, vagy nem, hogy menjen bele az, a, az oda a lyukba. Menj a feje tetejére. Hát eltanultad, kisfiam, ezt a fajta imádkozást. Nem láttam, hogy a kezében van ez a mityűr. Amikor ön következik a játékban, de azt nem mondja. Mi van? De nem maradtam. Mi van? De zsebi, abszolút nem tudjuk, hogy mit kell csinálni. Mert én már megfordítottam a lapot, és akkor itt talán leírja, hogy hogyan kell elkezdeni. Értem már, hogy Zsói miért nem bírta meg egyszerűen a játékot. Hey, Mia, I got the phone. iPhone? Ding, ding, ding! Unalmas a sorbanállása, még a fagyira várunk, ezért ők kitalálják a maguk játékát, igaz, Mati? I got the sports. I got the car. Valószínűleg ez elég életű. Nem, nyilván ez azért van, mert ezt a várat látogatják mozgássérültek is, és amit látod, apam, ez pont nekik van kitalálva, ott van a jelzés. Szerintem meg a királynak találták ezt ki. Ott van a jelzés, és hogy a mozgássérültek... Nem, én szerintem ezt a királynak építették. A mozgássérültek is föl tudjanak jönni ide a várnak a második szintjére. Amúgy meg a királynak. Dobálhattok? Betaláltok? Egy kicsit erőteljesen benn. Szégyellem, hogy testnevelő tanár vagyok. Ne azt szégyeltelem, hogy nem tanítottad meg a gyerekeidet dobni. Pont a pont, Micike, pont a közepén. A fal közepén. Na még egy szansz. Azad! Még egyszer! Na, az legalább belement. Akkor nézzük a nagy testnevelő tanárt, akinek eddig hatalmas hangja volt, hogy hány találata lesz. Eddig 2-0. Bemelegítés, persze. Na akkor most nézzük a mester. Ugye mondom, most megtapasztaltad, ugye? Itt sem jobb a dobótechnika, mint múltkor a várban. Nem javult azóta sem.
Bár nem is sokat gyakoroltatok. Ó, na, ez már messzebb ment. Mi a, már cifráztam? Mi van rajta? Valami, mutasd? Hát én nem tudom, az mi. Valami, képzeld mi. Hütterenhár. Kemény egyébként. Nem fog megharapni, ne aggódj. Egy újabb kérdezt felelek. 1856-ban importáltak Amerikába 66 állatot Közép-Keletről Texasba. Azért, mert hogy a texasi természet hasonlított az egyiptomi sivatagra. Tudjuk-e, hogy melyik volt ez az állat? Ki tudja a választ? Apa? Pingvin. Pingvin. Na, te tudod, kicsim? Leon. Leon, de hogy? Az nincsen-e az egyiptomi sivatagban? Nem, sivatagban kettő pupja van. Mi az? Nagyon nyájt. Hoppa, nagyon vicces. Reméljük, ezt egyik nagymama se hallotta meg. A helyes megfejtés a teve, a pupos teve. Ez is a vírus hozománya egyébként, hogy nem lehet most lovagolni. Én teszek egy százas a felnőttre. De ő kisgyerekkel van, nem látod? Ott áll előtte a pici gyerek. Tehát ez is a vírus hozománya, hogy nem lehet most lovagolni igazi lovakon, viszont itt kialakítottak egy ilyen akadálypályát, és akkor versenyezni lehet ilyen, mi ez? Ilyen ló, bot, mert hogy lehet ezt magyarra fordítani? A botló, botlovagolni lehet. Azt hittem, azt fogja mondani, a kurva anya. Közben csak felkiáltott, hogy a korv, megég a korv. És megégett? Egyébként már nem ég szerintem semennyire ez a tűz, úgyhogy most nem csinált semmi. Vedd le, most már szerintem ezek jól vannak. Tedd be ide a kis dobozba, és lehet enni. Matika, hozzad és ott vannak a hambizsömlék. Hozzá licces ketchupot, mustárt, zöldséget. Ez az enyém. Az van a leginkább megsülve? Vagy? Ez az enyém. Oké, ráírjuk a nevedet, akkor majd, hogy az a tiéd. Megjött a felmentő sereg. Vagy mégsem. Ennyit én is tudtam vele csinálni. De ne csinálj nekem programot. Segítsek? Majd holnap folytatjuk. De már így is este van. De mindjárt 7 óra van. Hát valamelyik nagyobb ott azt mondta, nem? Hogy? Hát hogyha kimondjuk, hogy ott meg a kurónyakú, be van fejezve a munka. Igen. Akkor ott a munka befejezetnek tekinthető. Nálunk most itt jött el ez a pont, akkor gondolom. Kérdőjel. Mit jelent a kérdő? Apa, miszlikkerék. Meg kell forgatnod a miszlikkereket. És reménykedj a bónuszban, azt írja. Mi ez a piros? Gázpalac. Ez a kedvencünk, ezen mindjárt megyünk, csak várunk a sorunkra. Itt is elég vizesnek lehet lenni az út végére. Indulás! Majd itt lesz egy... Hát vagy addig fordulunk még egy kicsit szerintem. Mati lesz, nem? Apa lesz? Hát vagy én kapom, lehet. Figyelj! Apa, vizes vagy! Kaptál mi? Te is, Mati? Igen. Lábadra? Itt jön a köpő, pont anyára köpő. Matira. Mi a helyzet?
De ki mond, olvasd már a fakérdést. Hát nem értem. Mindegy, ide van, ide a... Ide nem az van írva, hogy kérdésként... A Jenő. A hivatalban. Hogy kivonják ki az oxigént a vízből. Mi az, ami jó van el? Nem? Te kevered a játékokat. Jó van, nem. Jó barátok öten vannak. Ez egy eldöntött. Ez egy kérdés? Igen, így van, így van az éjjel. De akkor vidd fel a hangsúlyt a végén, mert az a kérdés. Jó. Majd hívd fel a vissza. Igen, a szám magasabb 6. Igen? Mi volt a Batman-nel? Semmi. Nem nyilatkozom. Az ügyvéded jelenlét nélkül nem nyilatkozom. Hogy áll a tökötök? Nem jó, tök fej. Muti, már szabad megnézni a félkész állapotot? Hűha. Ez már szupi. A miénk még csak az előrajzolás fázisában tart. Miuska, egy kicsit húzzál bele, drágám. Jó, bocsánat. Te nagyon gyorsan haladtatok. Beledobtam. Micsoda? Mit trollkodtál, apa? Így is hátrányban vagyunk, ne hülyéskedj már. Készen vagytok a tietekkel? Kész. Akartok nevet adni neki? Krulla harcizom. Ez nem az a film, vagy ez nem az a videó lesz. Ez a nagy feketeség itt félre sikerült, vagy az úgy? Ez egy póka könyvben. Póka könyvben. Hogy gondoljunk oda azt, amit akarunk. Oké. Okay. Matikám, a stylistod egy kis hibát vétett ma. Aha. Láttam. Húsvétot jöttünk ünnepelni, és Matil még a karácsonyi pulcsi van. Erre most jön mindenki, ezt a szerencsétlen ajtót szeretném lefilmezni, de mindenkinek benne van most a feje. De szeretnéd fényezni? Filmezni. Azt hittem fényezni. Ez egy fahajtó, mit fényezzek rajta. Ez mi? Mi akar ez? Apa, nem már, ezt hogy fogom felrakni? Olvasd akkor el, Miuskám, hogy mi ez, mert biztos, hogy nem az, amire apa tippel. Azt köszönöm, hogy mit mondtam, annak nem mondom. Még jó, hogy te annyira nem használod a magyar nyelvet, Mati, hogy a szlenget is tud belőle. Fogelholk. Oké, akkor semmiféleképpen. Na mi van? A gyermek tudomására hoztad a tippedet, vagy mi? Semmit. Az a sajtszag, ez valami itt a na mellett. Lószár mellé, nem? Elfér a sajtszak is.